régen a júdeai Betlehem közelében élt egy Tobit nevű pásztor. Az egész országban neki voltak a legszebb bárányai. Sereglettek is hozzá messzi földről az emberek, hogy lássák a hófehér, sejmes, puha szőrű állatokat. Egy nap a nyáj legszebb juha két kis bárányt hozott a világra. Tobit igen megörült a szaporulatnak, de öröme nem tartott sokáig. Gyertek csak közel! Mi történt veletek? Nem is vagytok ti igazi bárányok. Ilyen csúf, szúrószőrű állatokat még életemben nem láttam. Persze, persze, nem tettek róla, hogy így néztek ki. De akaratlanul is elcsúfítjátok a nyájam. Ha ennek híre megy, minden pásztor rajtam fog nevetni. A híres Tobit, az ő gyönyörűséges nyájával. No, amíg el nem döntöm, mit teszek veletek, nevet adok nektek. Lássuk csak, te leszel szúrós, te pedig tüskés. No, ne nézzetek rám, milyen szomorúan. Majd csak kitalálok valamit, hogy ne legyetek ilyen csúnyák. Addig is, menjetek a társaitokhoz és barátkozzatok velük. Mondj, valóban nem ilyen csúnyák vagyok? Nem tudom, de nézd, épp jön anyád. Anyám. Fújjunk hozzá, mert a tárpor együtt csúnyaságunkat. Menjetek innen, sígent hoztok a fejemre. Lehet, hogy miattatok megutálat vettem, pedig én voltam a kedvence. Menjetek, menjetek innen. Most mit tegyünk, tüskés? Még anyák is elteszik bennünket. Olyan csúnyák vagyunk. Bizony, olyan csúnyák vagyunk. Mondd, hogyan lehetnénk szebbé? Te olyan bölcsnek látszol, add tanácsot. Miért adjak tanácsot? Itt a gazdát, hogy majd szétszíteztetek. Ó, nem mondd, és hogyan? Levált benneteket, és szép bárányok kabátot készít belőletek. Jaj, ne! De bizony, szép kabát lesz a bőrtökből. Szökjön meg szúrós, itt nem vagyunk biztonságban. Hol gondolsz? A puszta tele van farkasokkal, meg rókákkal. Lehet, hogy ők jobbak lennének hozzánk. Nem mondj ilyet. Várjunk még néhány napot, hát ha megszeretnek a többiek. Aznap este, midőn a nap lenyugodott, Tobit összeterelte anyáját. A juhok egymáshoz bújva melengedték egymást a gyorsan jövő éjszakában. Csak tüskés és szúrós didergett egymagában, mert a többiek nem engedték őket maguk közé. Ember és állat nem sokára áramba merült, csak a két magányos kis bárány már virrasztott diderekbe. Az éjszaka egyre hidegebb lett. Éjféltában hatalmas dördülés rengette meg a földet, és éles, villámhoz hasonló fény villant az égen. Thank you.
pásztorok vagyunk. A környéken őriztük a nyárunkat, mikor egyszerre csak sosem látott fény támadt az égboltban, és az angyalok megjelentek az éjszakában. Azt adták hírül, hogy megszületett a Messiás. Így hát eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Üdvözöllek benneteket, József vagyok Názáretből, ő pedig itt a hitvesen Mária. És a gyermek? Hol a gyermek? A jászolban. A jászolban? Megfagy szegény. Úgy látom, sok mindenben szükséget szenvedtek. Fogadjátok el szerény ajándékomat, egy kis sajtot, nagyobb túrót, ennyit elég szerénységemből. Érdekes a tejet, mert kenyeretes. Köszönjük, jó pásztorok! Oly boldog vagyok, hogy Isten nem a hatalmasoknak és gazdagoknak mutatta meg magát ezen az éjjel, hanem nektek, szegényeknek. Miért ajándékot adnak a gyermeknek? Bárcsak mi is hetetnánk valami, olyan fogott el, amikor megpillantottam el. Figyelj csak, hiszen fázik szegény, képes eljösszél a hidegtől. Látod, ha olyan havon lennem itt anyának, most oda mehetnénk és megmelegítenénk. Figyelj csak, minket néz, olyan hívod a tekintetet. Te is úgy érzed, menjünk közelebb. Hová gondolsz, a gazdán meglátés bajra húst. Gyere, én megyek elő. Tüskés, szúrós, mit kerestek ti? Szúrós, állj meg, hallod, állj meg, baj lesz. Mit mondtam, szúrós? Maradj távol a gyermektől. Még felsérted a bőrét a durva szőröddel. Eljött a teremtette? Hiába beszélek neked? Majd ellátom én a te bajod. Tobi, nézd a bálányaidat. Mi történt? Tüskét, csoda történt. Tobit, hallod? Nézd a bányaidra. Ilyen sejmes és puha bálány után még sosem tapítottam. Ó, nem! Ez nem lehet igaz! Az én bárányaim! Az én gyönyörűséges bárányaim! Tüskés és szúrós átváltoztak! Csoda! Csoda történt! Érted? Csoda történt! Csodálatos éjszaka ez a mai! Ó, nem! Ez nem lehet igaz! Az én bárányaim! Az én gyönyörűséges bárányaim! Ne haragudjatok, barátaim! Mennem kell! Mindenkinek el kell mondanom, hogy mi történt a bárányaim! Nagyon hideg ez az istáló, még megfagyna a gyermek. Tulajdonképpen én még nem adtam neki ajándékot. Legyenek hát a világ urái, a világ legszebb bárányai. Köszönjük, jó pásztor. Tudom, érzem, nehéz volt döntened. Tudom, érzem, a szívednek legkedvesebbet ajándékozod a gyermekemnek, de azt is tudom, hogy százszoros, sőt, ezerszeres lesz a jutalmad az égben. Nézd, már nem is fázik. Jó emberek, ne zárjátok be a szíveteket! Tárjátok ki, fogadjátok be, és melengessétek a kisdedet, kit az Úristen küldött a mennyből, a földre nékünk.